Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogy érzi magát? A harmadik kérdés, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a három kérdőjeles jóslást, akkor az személyes. A díjam 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ez itt látható ezen a képen. Sajnos ő lefele tekint. Valami elszomorítja őt. Vannak félelmek, hogy elveszíti a munkáját, vagy lesz kiadás, kevés a pénz. Ilyen gondolatai vannak. És nem veszi észre, hogy tulajdonképpen a háttérben itt van ez a szent kép. Ott vannak az arany érmék. Minden rendben van. Tehát el kellene neki köszönnie, el kellene búcsúznia ezektől a negatív gondolatoktól. Kell a hit, kell a bizalom. És kell ez a kép, ez az elképzelés, hogy minden jóra fordul. Ez a kép, illetve az anyagi, illetve az arany érmék utalnak az anyagiakra, a munkára, a hivatásra is, de ami kettőtöket illet, itt az arany érmék mutatják a reális dolgokat, amikor egy elképzelés, egy terv megvalósul, és azt is jelentik az arany érmék, hogy te fontos és értékes vagy számára. Akkor is, ha jelenleg eltekint e felől, mégis itt vannak az érmék, és itt a háttérben megjelenik ez a megbecsülés is, hiszen így gondol rád. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt ezen a képen megjelenik a főpapnő, és őrzi a titkok könyvét, ahol le vannak írva a sors utak. Ő érzi azt, hogy ez a találkozás veled nem volt véletlen, így van megírva a sorsok könyvében. Itt már érezhető a bizalom. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Itt látható a keze, tehát kezébe veszi a dolgokat, cselekedni fog. Átnyújtja számodra ezt az arany érmét. Az lehet pénz, anyagi segítség, vagy egy közös tevékenység, munka, de jelenti a belső értékeket is, tehát kimutatja majd azt, hogy te értékes vagy számára. Ez az arany érem jelképezi a föld elemét, és a föld eleménél mindig reális dolgokról van szó. Tehát, ha van egy terv veled együtt, akkor azt szeretné megvalósítani. Itt alul ez a kártya jelenti azt, hogy mi köt össze benneteket. Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy látható itt a képen, mint egy királynő. Te uralkodsz, te irányítod az eseményeket. Itt trónolsz, tehát a helyed az biztos. Uralkodsz a víz eleme felett, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, tehát ez fűz össze benneteket, a mély érzelmek. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!